Folyamatosan érkeznek műszakira az autók a Tolnai Antal szervizben. Július végéig kaptak ugyanis haladékot azok, akik a koronavírus járvány ideje alatt nem vizsgáztatták le kocsijukat. Szerviz tulajdonosa azt mondja, találkozott olyan ügyfelekkel, akik 2019 óta azért nem kértek előbb időpontot, mert így akartak spórolni. Ők viszont most rosszabbul járhatnak, a kimaradt vizsgák során feltárható problémák sora egyszerre szakad a nyakukba. Maga a vizsga sor, a vizsga sorok egyéb helyen ugye megfelelő kapacitással működnek, én úgy gondolom. Ezek az elcsúszások, amik történt, hogy felhalmozottak ezek a járművek, hát itt azért nem a rendszerre kellett ráfogni, hanem maga az ügyfelekre, akik ugye kihasználták ezt az X évet, X időt ugye a Covid helyzetben, hogy ugye csökkentsék a költségeiket esetlegesen. A szakértő szerint, ha egy autó nem megy át elsőre a vizsgán, az problémát okozhat a többi ügyfélnek is, mert tumultus alakulhat ki az elvégzendő felkészítések miatt. Műszaki vizsga előtt egy vizsgaelőzetest bármilyen szervizbe, bárhol nézessék át az autójukat, és ne itt a vizsgán derüljön ki az, hogy ugye nem megfelelő, akár egy gömbfej miatt, vagy akár teljesen mindegy, egy rossz fékállapot miatt. Ezt jobb lenne, hogyha ők is eldöntenék, és előtte megvizsgáltatnák a járműveiket. Az esetek többségében nem csak az érvényes vizsga hiánya a legnagyobb probléma a járműveknél, hanem a szervizeket és az éves felülvizsgálatokat is elhanyagolták nagyon sokan. Sikeres műszaki vizsgát viszont csak kifogástalan műszaki állapotú autóval lehet tenni.